családtagokat, munkatársainkat, a gyülekezet szolgálattevőit. Az angyalok azt mondták, amire a legnagyobb szüksége van minden embernek, ma is, nekem is, nektek is, ne féljetek, és mindentől féljünk. Hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek örömelészen született néktek ma az üdvözítő, a megtartó, a megváltó, aki az Úr Krisztus Dávid városában. 316. ének erről szól, az első három verszakát énekeljük el, sokan ismerjük. Az Istennek szent angyala mennyekből, hogy alászállva. 316. ének első három verszak. Jászlad előtt térdelek, és szavam esdvekér. Mit adhatna hálás szívem szeretetedért? Semmit. Csak az angyalokkal énekel nekem, Istennek a magasságban dicsőség legyen. Magam, érted, még mélyebben megalázom én, Gecsemáné kertében, s a Golgota hegyén. Mégis, mégis, drága gyermek, hadd adjam neked, hadd teszem kis jászlad elé minden kincsemet. Nekem adod, hiszen ég, föld, s ami kincse van, mind az enyém. Fénylő ezüst, csillogó arany, mire való volna nekem kincsed aranyod? Adod a szegényeknek, és nekem adod. Kész örömmel teljesítem szent kérésedet. Mégis, mégis, mit adhatnék egyedül neked? Mondd meg, drága égi gyermek, súgd meg szeliden. Meghasad a fájdalomtól másként a szívem. Hát megmondom. Bűneidet nekem adhatod. A rossz lelki ismeretet,
a kárhozatot. De mit akarsz bűneimmel, kisder Jézusom? Add nekem. Én mind magamra veszem, vállalom. És cserébe tiszta szívet adok te neked. Tiszta szívet, békességet, örök életet. Kis Jézusom, szememben most hálakönyv ragyog. Nem kérsz tőlem semmi szépet, nemeset, nagyot, csak a rosszat. Fogadd hát el bűnös szívemet, és cserébe add a tisztát, add a tiedet. Még az örök életre is elég lesz nekem. Ott is téged dícsér érte, hála énekem. Hallgassuk meg karácsony napján karácsony üzenetét Lukács evangéliumának, második fejezet, első 20 versét. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Lepújálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent neki, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta neki, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepolyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Isten, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindez, amiről üzen nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak neki. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Isten mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente neki. Amen. 2000 éve hangzik az evangélium. Vannak, akik meghallják, vannak, akik elutasítják. Ezen a karácsony estén nyissuk ki ne csak a fülünket, hanem a szívünket is, hogy valóban nekünk szóljon, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítatok, én vagy. Ez a karácsony csodája. És most énekeljük el a 315. ének első és második verszakát, Krisztus Urunknak áldott születésén, utána meghallgatunk egy személyes bizonyság tételt a legátus szolgálatán, amivel köszönti az ünneplő közösséget. Thank you.
kedves testvérek, szeretnék bizonyságtételt tenni előttetek. Bizonyságtételem alapigéje írva található a 27. Zsoltár első versében. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félni? Kedves testvérek, azért választottam ma ezt az igét, mert ez volt az az ige, amely először számomra a legfontosabb volt. Ugyanis tudni kell rólam, hogy egy nagyon félős gyerek voltam. Méghozzá annyira, hogy anyukám mesélni sem nagyon tudott nekem, sőt, se a piroska és a farkast, se semmilyen egyszerűbb, nem is olyan félelmetes mesét nem tudott nekem elmondani. Mivel ilyen félős voltam, sokszor nehezen ment az elalvás. Egyszer azonban, mikor kicsit nagyobb lettem, részt vettem az első egyházi táborban. Ott tanultunk minden nap egy igét, és hogy ne felejtsük el, volt egy aranymondás, amit meg kellett tanulni az aznapi történethez kapcsolódóan. És a tábor végén készítettünk egy falitáblát, amelyre mindenki egy igét írhatott fel a tanultak közül, amelyiket szerette volna. És én ezt az igét írtam föl, amelyet most felolvastam. És ez az ige ma is ott lóg az ágyam fölött. Amikor felakasztottam a falra, még nem tudtam, hogy mit jelent. Felakasztottam, mert tetszett a tábla, szépek rajta a képek, az írás, a rajzok. De egyszer azonban egy este rádöbbentem arra, hogy mit is jelent az az ige. Onnantól kezdve, ha bármikor féltem, elmondtam magamban ezt az igét, és ez engem megnyugtatott. Talán ez volt az az alkalom, amikor Istent először közel engedtem magamhoz, amikor befogadtam őt a szívemben. Ha egy kicsit visszább gondolok az időben, akkor arra is rádöbbenek, hogy Isten már ettől hamarabb is munkálkodott bennem. Még 8 éves korom előtt történt egyszer egy nagy takarítás során. Ugye a függönyök is kijöttek mosva, amihez létra is kell a szobában. És miután lelettek szedve ezek a függönyök, a létra ott maradt. Anyukám és nagymamám leült pihenni. És amikor ők leültek, én felmentem a létrára, és elkezdtem mondani, hogy na mit énekeljünk, és utána elkezdtem prédikálni. És ez még 8 éves korom előtt volt. Sőt, még ettől is, ha vissza gondolok, emlékszem arra, amikor nagyon kicsi voltam. Elmentünk Isten tiszteletre, talán éppen karácsony volt, és mindenki felállt körülöttem. Én csak arra emlékszek, hogy hatalmas minden, alig látok, körülöttem emberek, anyukám csak annyit mondott, hogy én maradjak ülve, hisz a lábam úgy se ér le, ne kelljen nekem felállni. És talán, sőt hiszem, hogy nem véletlenül volt ez, hogy én akkor felmentem a létrára és prédikálni kezdtem, nem véletlenül emlékszek ezekre vissza. Sőt, ha belegondolok, a legkorábbi emlékem is talán ez, hogy nagyon kicsi vagyok és ott ülök a templomban. Úgyhogy így talán tudatlanul is, de Isten végig munkálkodott az én életemben. És kívánom a testvéreknek is, ha talán még nem tapasztalták meg, hogy milyen jó azt tudni, hogy Isten velünk van. Isten velünk van, és nincs mitől félnünk. Legyen szó az életünk során bármilyen gondról is. És talán most karácsonykor mi más is juthatna eszünkbe, hogy nincs mitől félnünk, mint az, hogy tudjuk, hogy Isten az ő egyszülött fiát adta,
hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönöm szépen!